valamint vendégünkkel, Gaudi Nagy Tamással. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, benneteket is. Szerintem izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe, bár tegnap előtt már jártál a Pesti TV-ben, a Pesti Reporterben, ahol is ugye a most induló vándor kiállítás, tulajdonképpen így nevezhetjük. Erről esett szó, az összödi beszédet követő eseményekről. Hova fog eljutni ez a vándor kiállítás? Körbe megy az egész országban, köztereken, mi a koncepció? Így van, az a koncepció, hogy ez a véres rendőri terror, ami gyakorlatilag szisztematikusan hatalom megtartása érdekében kerül bevetésre, akkori politikai vezetés megrendelésére és akaratára, borzasztó véres következményekkel, majd nyilván ezekről beszélünk. Igen, tehát ez egy rég 15 éve zajlott esemény volt, látszólag történelem, de mégsem az, mert azok a felelősök, akik politikai oldalon ennek haszonélvezői voltak, 4 évig tudtak hatalmon maradni, ők most újabb, újra hangszerelt változatban, de hatalomra készülnek, és tagadják 2006 rendőrterrorjának tényeit, illetve tulajdonképpen ezáltal... Próbálják bagatellizálni. Bagatellizálni, hogy ők vissza akarnak térni a 2010 előtti jogállami időszakhoz. Tehát ez az ígérvény azt jelenti, hogy egy baj lesz. Ez beszédes, tehát nekik ez a jogállam. Így van, és ezért fontos, hogy kivigyük, elvigyük az emberek közé, fiatalok közé, tehát gyakorlatilag itt felnőtt egy generáció, ugye, akik nem élték át, nem hallhatták legfeljebb szüleiktől, szinte már ilyen elképzelhetetlenek tűnő, hiszen 2010 után a rendőrség azért nagyon sokat változott, sőt, teljesen leserélődött. Hát igen, meg ugye nem csináltak ilyeneket. Hát gyakorlatilag 2010 előtt ez egy folyamat volt, 8 éven keresztül lényegében a jelentősebb kormányellenes tüntetéseket, amelyek hangsúlyozottan nem kívánatosak voltak, ez jó része a nemzeti radikálisoknak jutott ki, feloszlatták. Feloszlatták erőszakkal, koncepciós eljárások, stb. Ennek volt a legterrorisztikusabb, legszörnyűbb. Ezzel is akartam a szabadba vágni, hogy 2006 ősz az nem volt előzmény nélküli. Tehát hiába próbálják úgy beállítani, hogy ez egy rendkívüli helyzet volt, a rendőrség rossz választ adott arra, hogy elszabadultak az indulatok. Mert hogy rendesen 2002 óta bárhol volt egy tüntetés, ugye a klasszikus, az, amikor a Novotel Hotelben a Meggyesi ott paterkázott valakivel, és a Gesztenye és Park úgy nevezik. Így van, az a Gesztenye kert volt egy év múlva, de gyakorlatilag az volt az első ilyen spontán tüntetés, hogy a ominózus kottintás. És a kertben, és a rendőrség arra hivatkozó, hogy akadályozzák a forgalmat egy közparkban, ott voltak 22-en, kivonultak, ott mindenkit felpofosztak annak a rendje módja szerint, és ott súlyos vasakban. Feloszlattak, előállítottak 50 embert, stb. Tehát ez egy napi renden volt. Tehát az egész várost ilyenkor lezárták, lovasrendőrök, kutyásrendőr, stb. Hát ezt gyakorolták, aztán ugye 2006 őszén ezt csúcsra futtatták. De visszatérve, igen, közterekre akarjuk kivinni, tehát olyan formában, egyébként ötleteket várunk, tehát én most ezt föl is dobom a labdát, itt a nagyon kreatív a csapat, szoktam én hívehóba így nézni, sajnos nálunk nem jön be Kispesten, de legalábbis ott olyan szolgáltató lehet valószínűleg, de legalább a foci csapat jó. Igen, hát... Jön a Villarreal. Új stadion van, úgyhogy itt nagyon büszkék vagyunk Kispesten erre, de a lényeg az, hogy igen, várunk ötleteket. Tehát gyakorlatilag ugye itt sok minden ötlet van, picit spoilerezgetek ebből, nehogy itt fejemre koppintsanak majd a szervezőtársak, és előre szaladok, de például ugye az, hogy a Fradi kamion az egy nagyon népszerű ötlet volt, ugye, hogy gyakorlatilag begördül egy város terére, főterére, ott leparkol, be lehet menni, gyakorlatilag bizonyos koncepciók szerint lesz ez kialakítva, nyilván bemutatjuk a terror valóságát, és ugye filmek pörögnek, meghallgatások, tanúságtételei a jogsértetteknek, meg lehet kérdezni őket, oda mehet hozzájuk valaki, hogy maga kére most hazudik, hát mutassa már, hadd nézzem már a szemét esetleg, hogy végig csak jó-e. Volt ilyen vélemény. Hát Gyurcsány Ferenc 2011-ben egy gyakorlatilag fórum azt mondta, hogy mutassanak már nekem egy kilőtt szebb ember, tudnak ki erről? Vagy Hank Heller Ágnes, ugye gyakorlatilag azt mondja. No na a klasszikus. No van was torture. A klasszikus szó szerint érezzük. Hát, ha ötletet válsz, én az 53 másodpercet valahogy megpróbálnám megjeleníteni, mert ugye a Fidesz nagygyűlés volt az, hogy bejelentett tüntetések, nem tudom, vége volt 6 órakor, és 6 óra 53 másodperckor már elkezdték oszlatni az embereket, hogy miért van ott. Igen, vannak ott. Tehát 53 másodperc eltelt, és már kilőtték az első környezetet. Ki lehet próbálni, mondjuk egy főtéren teszteljük meg, hogy maga mennyi idő alatt tud elszaladni a tér másik oldalára, mondjuk egy tényleg egy igen. 50 fős lovasrohamozó. Próbálja meg 53 másodpercet elhagyni a reakteret mondjuk este 6:30 után. Próbálja meg a vodkás üveget elhagyni 53 másodperc. Na de... Szerintem mielőtt akkor itt még részletekről, meg mindenféléről beszélnénk, azért valami képanyagot mindenképp kell mutatnunk, mert szerintem
a legtöbben azért emlékeznek, illetve ahogy mondtad, ez egy generációs kérdés. Úgyhogy ha valaki nem látta volna esetleg, mert vannak ilyen nézőink, akik még csak hallomásból, vagy talán nem látta eléggé, de azok is, akik látták, szerintem nem lehet elégszer ismételgetni ezeket a képeket, mert nagyon durva, rengeteg felvétel van nyilvánvalóan. Most mi egy olyan videót mutatunk meg, ami sokáig eltűnt, és ugye 2011-ben... Igen, a vizsgálóbizottság 2010-ben, a kormányváltás után egy vizsgálóbizottságot alakítottunk parlamentben, és gyakorlatilag 12 ülésen 60 embert hallgattunk meg, plusz a rendőrségi eltitkolt felvételek egy része. Nehogy azt higgyük, hogy minden előkerült, tehát a legdurvább törvénysértéseket, kínzásokat, embertelen bűncselekményekre ábrázoló felvételeket biztosan eltüntették, ezt nyugodtan ki lehet. De ezt nem sikerült, és nem sikerült, ez is hogy az ez elég beszédes és látványos lesz, nézzük. Panna, most én téged kérdezlek, mert te ugye hát akkoriban még, ha mondjuk már beszélni tudtál, de éppen hogy. Nem tudom, hogy te láttál-e már ilyen képeket. Láttam ehhez hasonlót. Ugye én 5 éves voltam, és hát a szüleimtől azért hallottam eseményekről. És anyukám ajánlott egy ilyen 20 perces dokumentumfilmet, amiben megszólaltatja azokat, akiket bántalmaztak, és elmondják a sérüléseiket, és hát megrázó képsorokat lehet ott látni, úgyhogy én mindenképp jó ötletnek tartom azt, hogy így a fővárosba bemutassuk a fiataloknak, mert rengetegen nem hallottak erről, illetve hát kicsik voltak. Igen.
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor a Dobrev Károly mesélt arról, hogy szegény rendőrök, azt így alá raktam volna így hangba, amiközben így mentek a rendőrök, hogy mondja, hogy mennyi szegény rendőr meg lett verve. Mert meg az az érdekes ezen a felvételen, hogy teljesen függetlenül, meg objektíven, amilyen csak a telex lehet, tehát hogy ránézek a felvétel, és be kéne színeznem azt, hogy ki itt a csőcselék, akkor a kék színű mukikat színezgetném be, mint csőcselék. Hát himnuszéneklő tömeg. Ugye ez fontos a történeti tényállásnak egy fontos része, hogy ugye ez tényleg az a pillanat, ez még persze messze még nem a legvéresebb rész, de azért jó, mert dramatikájában benne van, és ezt a rendőrsofőr mögül látjuk, mert rendőri felvételről van szó. Hát egy darabig ugye még azt mondták, hogy lassú lépés, aztán mehet a könygáz. Így van. Hát, ugye András, aki ott már megbilincselve és megverve fekszik, ő volt az első, akit ugye begyűjtöttek, ott egy hazugságot hirdetett a rendőrség, hogy késsel támadtak a rendőrökre, mindig jön valamilyen hazugság, ami ugye alátámasztja. Itt azért jöttek vissza, a reggel kiszorított Kossuth tériek tértek vissza, a rendőrséggel kötött egyesség alapján 3 órakor pont Balhozek lehetett igazítani az órát, megjelentek, hogy nem tudják gyűlés szeretnének tartani. Így volt megállapodva reggel. Őket kisöpörték Gyurcsányék, mert hogy ők ott az 50. évforduló kapcsán ugye nemzetközi notabilitásokat meghívták. Nagyon fontos elem, hogy Bene László rendőrfőkapitány, országos rendőrfőkapitány, akkori főkapitány elmondja a vizsgálóbizottságunk előtt, elmondta, hogy 23-án Gyurcsány magához rendelte, és közölte, hogy tehát egy komolyan nagy esemény lesz, feleségemmel együtt részt veszek ezen, ezért kérem, hogy legyenek kedvesek mindent megtenni annak érdekében, hogy semmi ne zavarja meg ezt az eseményt. Hát láttuk utána, mi történt. Nádor utcai, Kossuth téri oszlatás hajnalban, Nádor utcai oszlatás, mind a kettőt jogellenesen nyilvánította a bíróság utóbb, majd pedig az Alkotmány utcánál indult igazából a véres támadás, és onnét kezdve gyakorlatilag rászorították a Balcsirinszki útra a tüntetőket, akik már nyilván védekeztek a rendőri támadással szemben, de ott is folyamatosan ment, ugye most már egyre durvább eszközökkel, könyvgázgránátsortüzek, ugye láthattuk testre ütött tonfatámadások, illetve utána pedig már gumilövedékek bevetése, és folyamatosan szorították ugye egészen addig ezeket a visszatérni kíván a tüntetőket, amíg gyakorlatilag a Astoria környékén a szabadság betűi, az nem tudom mennyire van meg mindenkinek ez, aki döbbenetes, ugye, hogy a szabad, nagy, hatalmas betűkkel kirakott szabadság felirat volt az évforduló kapcsán fölállítva, meg volt ott tank is, ugye, ami aztán elindult, és ezen betűk mögé húzottak az emberek borikátszerűen, tehát gyakorlatilag háború dúlt Budapesten, és embervadászat zajlott, mint a galambokra üllöttek az emberekre, 1200 gumilövedéket lőttek ki. Ezt gondoljuk már el mennyi. Úgy, hogy ez a 1,75 mm-es gumilövedékről szakértő vélemény mondja ki, amely például kioltotta Gyors Csorba Attila szemét, aki öngyilkos lett 2013-ban, mert nem bírta azt a látáscsökkenést és agyroncsolódást, 90%-os rokkantságot. Ami gyakorlatilag kimondja a szakértő vélemény, hogy halált okozó hatása is volt. Tehát csoda, tényleg és csoda, hogy nem ott közvetlen ember nem halt meg, de hogy Csorba Attilát igenis, sajnos azt kell mondanunk, hogy ez a drámájának hős. A Gyurcsány rendőrei megölték, mondjuk ki. Ezt ki lehet mondani bőven. Jó, hogyha már nem akarok egy ilyen párhuzamot vonni, meg nem is szívesen, de hogyha George Floyd miatt egy ilyen tüntetés lezad, és George Floydot ez, tehát konkrétan elítélnek egy embert, akkor itt is beszéltünk ugyanilyen szintű rendőri brutalitásról, és halált okozó sérülésre. Tehát ebben az esetben simán beszélhetünk erről. Én arra lennék kíváncsi, hogy oké, nyilván ismerjük a sztorikat, vagy van akinek új ezeket, el kell mondani ezeket a sztorikat, és tudunk ugye konkrét maradandó sérüléseket, halálesetet is. Tulajdonképpen jogi elégtétel terén hogy állunk? Itt ezt ugye két részre kell osztani, sőt háromra. Tehát ha nemzetközi emberi jogi szabályok szerint ugye nem csak ugye ahhoz van jog az áldozatnak, hogy megkövessék és ugye pénzügyi jóvátételt kapjon. Ez egyébként döntő részben megtörtént, tehát gyakorlatilag egy-két ügy van még úgymond rendezés alatt. Tehát de megkaptak kompenzációt. Igen, de azért húzunk itt is cezúrát, 2010 előtt gyaktak véres kemény pereket kellett indítanunk. Nagyon ritkán volt az, hogy esetleg egy-két ügyben minimális összeget, akár részegyességet fizettek. 2010 után megszületett egy országgyűlési határozat, és körülbelül 300 millió forint értékben közel 300 ember kapott jóvátételt. Ugye a másik rész, a jóvátételnek egy fontos eleme viszont, ugye, hogy az elkövetkező
elkövetők felelősségre vonása megtörténjen. Ez egy nagyon fontos emberi jogi alapelv. Itt két nemzetközi példát tudnék hozni, ami, de sokkal több is van. Mondjuk a északír vérengzés Belfastban 1972, a véres vasárnap, 14 ember halálát eredményező angol ejtőernyő. Meg egy YouTube dalt is eredményező. Hát igen, egy jó oldala volt, viszont véres hát nem dráma biztos, volt. Nem biztos, hogy az olyan jó oldal volt, de ez már borzasztó szubjektív dráma volt. Tehát, és ugye ezt 44 év után indult meg az első büntetőjárása a felelősökkel szemben, hiszen ott is kente a kormány, volt egy jelentés, hát amivel ezt alapítottam. Ugye, hogy a Gyurcsányit azt mondja, hogy 15 évvel később itt foglalkozunk ezzel, itt a példa. Nagyon is. 44 évvel tehát később. Tehát akkor van esély, hogy a végén Gyurcsány is mondjuk oda kerül Kufsteinbe, egy méretű fekete srác. Én azt mondom, hogy abszolút van, abszolút megvan a bizonyítékoknak elég széles tárháza. Itt ugye, hogy a büntetőjogi értelemben ez egy terrorcselekménynek minősül, így gyakorlatilag a rendőrség követte el, a rendőri szervek, hiszen lakosság megfélemlítése érdekében alkalmazott személy elleni erőszakos cselekmények sorozata, testi sértés, bántalmazás hivatalos eljárásban, ezek életfogytig tartoznak. És azért azt tegyük hozzá, hogy egy... Várjunk, még egyszer, hatásszünet, ez életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett büntet, ami el nem évülő büntet. Akkor tegyük hozzá, hogy azért egy nagyon fontos, mivel ez egy nagyon súlyos, pontosan akár élethosszig tartó szabadságvesztés és sújtató, nyilván egy ilyen procedúrának nem, ez nem történhet meg egy-két év alatt. Ez egy nagyon hosszú, és különösen akkor, hogyha mondjuk, tulajdonképpen mindegy is, hogy egy hétköznapi ember vagy egy magasan politikus, ezt valóban körbe kell járni. Ezért érthető, hogy még 12 évvel később, legalábbis jogi szempontból érthető, morálisan nem, hogy 12 évvel később Gyurcsány Ferenc egyáltalán megszólal, és hogy itt van még a politikában. De akkor fordítsuk meg, mert ugye azt szokták számon kérni a jelenlegi kormányzattól, hogy Gyurcsánnyal szemben nem történt elszámoltatás. Hát nem, ez az őre szortjuk, hogy ha valaki nem tetszik, akkor megnyerjük a választást, és bezárjuk a börtönbe. Belcsúti per, ugye, igen, vagy bevilágítunk igen a seggébe a millenáris vezetőjének. Egy jogállamban, amely egyébként most van, ellentétben a Gyurcsányi időszakkal, ott valóban egy nagyon komoly jogi procedúrának kell végigmennie, és az is elképzelhető, hogy Gyurcsány Ferenc azért is próbálkozik még utoljára megkaparintani a hatalmat, mert ha most nem sikerül neki, akkor akár ezek a perek eljuthatnak arra a pontra, hogy a következő években valóban elérünk oda, hogy Gyurcsány Ferenc megy a börtönbe. Ez nagyon is erről van szó. Pontosan, abszolút jó a megközelítés. Ugye a másik közelebbi példa egyébként a bukaresti bányászjárás 1990. 6 ember halálát eredményező és több száz súlyos sérült felvezényelték a bányászokat, hogy megfékezzék a renitens fiatalokat. Iliescu ellen 30 év után emeltek vádat. 30 év után, tehát ezek ugye nagyon is, ott az emberügyi bíróság, a Strasbourgi emberügyi bíróság kötelezte Romániát egyébként a vádemelésre, ez egy külön kört megérne, hogy az Európai Parlament és az emberügyi bíróság vajon miért nézte el, miért falazott gyakorlatilag ennek a szisztematikus erőszak. Hát ez egy külön adás. Hát ez az egyébként, ezt hívják nemzetellenes cselekménynek, amit a Gyurcsány Ferenc csinált, hogy a rendőrségével a saját nemzetére támad? Ez hát gyakorlatilag igen, hát ez politológiai értelemben abszolút igen, tehát saját népére rontott, ugyanezt tette 2004-ben ugye a népszavazás kapcsán, ott is a magyarság ellen kampányot. Itt igen, de itt azért fizikailag. Ha már fizikailag mit éreztél, amikor láttad, hogy a Dobrev Klára a fehér orosz ellenzékkel tárgyal? Mert hogy a Lukasenko az megkapó hasonlít a viselkedése Ferikéjére. Így van, pontosan ez. A gyomrod az... Így van, tehát a fiatalok, akik esetleg szeretnének közelebbi példát találni, akkor tényleg a belarusz rendfenntartók működése azért mutat hasonlóságot, bár az se közel se annyira véres, mint amit itt láttunk, mert gyakorlatilag ugye ezek a 80 ember sérült meg új lövedéktől, hivatalosan ennyiről tudunk, és ebből 16 maradandó és fogyatkozású vagy súlyos sérülést eredmény, több mint 10 szemkilőtt ember van. Ugye Nagy László talán legismertebb, aki ugye a sajtótájékoztatónként is szerepelt, eljött, azért óriási teljesítmény, meg erőfeszítés, hogy egyáltalán felszínen tud maradni, és vállalja, és örömmel vállalja, bár keserűséggel is, de örömmel. De jön hozzánk azt, hogy is szerinted? Szerintem biztos, hogyha. Jó, nagyon szívesen, mert segítünk, rendben. Reméljük, hogy el fog jönni. Nagyon, mert csak 2,5 percünk van, de még egy nagyon fontos aspektus jutott eszembe itt a videó nézése közben. Ugye láttunk itt különböző arcokat, itt egy Kárpátia póló, ilyesmi. Nyilván sokan részt vettek ezeken a tüntetéseken, akik közül nem biztos, hogy mindenkivel mindenben ugyanazon a, hogy mondjam, szellemileg mindenben egyetértünk. De egy dolog nagyon közös volt, hogy ezzel a posztkommunista, terrorista, gyurcsányi rezsimmel szemben
váltvetve, és ott az ideológiai kérdések háttérbe szorultak. Hát az a megdöbbentő. Meg az, hogyha valaki Kárpátia pólót visel, attól meg, hogy örülnöd kell, hogy a rendőr szétveri. Hát nálam jobban senki nem utálja a kommunistákat, de mégse díjaznám, ha a rendőr a csegevarás pólós hülye gyerekeket ütné. Ja, be, abszolút, így ez meg is történt egyébként, mert Bankó Attilát, a Kárpátia együttes dobosát, aki bennült egy barátjával a Rákóczi úton egy sörözőben, itt pont az események. És szétverték. Ott a Kárpátia szétverték gyakorlatilag. De most én nem is a Kárpátia, csak ugye láttuk, hogy voltak nemzeti radikálisok, nyilván voltak középosztálybeli konzervatív családok, akiknek a véleményei nem... vannak átfedések, de azért nem biztos, hogy nagyon sok. De egy dologban biztos, hogy mondom, a posztkommunista gyurcsányi rezsimmel szemben nem volt kérdés. Na, ezek közül, és ugye ebben a dologban a Jobbik és a Fidesz közötti ideológiai különbségek is ebben az egy kérdésben legalábbis teljes mértékben jelentéktelenné váltak. Na, ennek a Jobbiknak a szavazói között még, és szerintem a tüntetéseken résztvevők között is vannak még olyanok, akiket ez a krumplis Jakab annyira megvezetett, hogy most a Gyurcsánnyal felálló koalícióban tapsolnak, mert O1G. Ez egész egyszerűen megdöbbent. Hát erre nehéz szavakat találni. Én ugye képviselő voltam 4 évig 2010 és 2014 között a Jobbik frakcióban, legaktívabb tagja voltam a frakciónak. Akkor még ugye azt az irányt vitték, ami ugye nemzeti radikális, nemzetépítő irány, konstruktív ellenzék voltunk, nemzeti ellenzék. Olyan szintű párfordulás ez, ami tényleg az árulás legmélyebb bugyrait villantja föl. Elfogadhatatlan és vállalhatatlan, de hát ő saját szavaikkal, hát ő számtalan idézetet tudnék mondani, ugye volt képviselőtársak közül, akik hörögve követelték velem együtt jogosan egyébként Gyurcsány börtönbe zárását, de bocsánat, azért, mert nem került börtönbe Gyurcsány, akkor azért jöjjön a Gyurcsány, azért cseréljük le. Vagy, ez nagyon óriási, igen. Vagy gyakorlatilag ugye igen. Cseréljük le Morvai Krisztinát Dobrev Klárára, mert ezt tette a Jobbik gyakorlatilag, hát most egy világrendek közti különbség. Ugye? Tehát, hogy visszatérve a kiállításra még egy pár mondatot gyorsan mondanék, vagy még belefér fél perc, de itt a kisasszony jelezte, hogy főváros nem csak főváros, tehát országot bejáró körút lesz, és remélhetően nagyon sok fiatalt tudunk találkozni. Várjuk fotók, fényképek beküldését, infokukat, civilösszefogás.hu, tehát ez a civil összefogás közalapítvány lesz a szervező, de a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, a Civil Jogász Bizottság és a Nemzeti Filmkészítő Egyesület, illetve a Közhatalmi Jogsértéki Egyesületek közös, ez egy nagyon erős civil kezdeményezés, adományt is várnak, mert várunk, mert gyakorlatilag minél több adomány érkezik, annál nagyobb ívű dolgot tudunk megvalósítani. Filmek is fognak készülni, szóval van itt még sok minden ötlet a talomban. Online felületeken nagyon erősen ott leszünk, TikTok filmekig egészen feldolgozva a témát, úgyhogy nagyon bízom. Ez benne, nagyon hogy fontos, hogy minél több emberhez vigyük el azokhoz is, akik már elfelejtették, vagy nem is tudtak róla. Nagyon köszönjük Gaudi Nagy Tamásnak, hogy eljött hozzánk. Holnap este egy